17 éve járok le ide vízilabdázni, amúgy 2 éves korom óta ismerem ezt az úszodát. Nagyon kemények az edzések, tehát senkinek nem szabad azt hinnie, hogy ez könnyű, mert 6-8 órákat edzünk nyaranta azért, hogy érmet szerezhessünk. A meccsek, amikor végre valami sikerül a csapattal, amiért nagyon sokat dolgoztál, és ezt visszakapod a sporttól, az egy nagyon jó érzés. Gól! Gyönyörű! Keszthelyi Rita a női vízilabda válogatott csapatkapitánya, az UVSS Sportegyesület játékosa. 2016-ban az aranyéremig vezette a magyar válogatottat az Európa-bajnokságon, és 23 góllal ő volt a torna gól királya. 10 éves kora óta a hazai vízesportok központjában, a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában edz. Az uszodát 1930-ban építették. Tervezője a sportsajtó által csak magyar delfinként emlegetett Hajós Alfréd volt, aki az újkori olimpiai játékok történetében a magyar sport első és második olimpiai győzelmét is kivívta. 100 és 1200 méteres gyorsúszásban bizonyult a legjobbnak a világon. Ha lejársz úszodába és vízilabdás vagy úszó vagy, és ide lejössz, akkor szerintem azért fölnézel, és hú, de jó lenne oda fölkerülni, hogy ezeket a szép eredményeket elérni. Úgyhogy nekem, én mindig erre gondolok, hogy nagyon büszke is vagyok azokra, akik ugye fölkerültek. Nagyon szeretnék én is fölkerülni ugye a saját csapatommal, de mindenképp ad egy löketet a mindennapokra. Az épület együttes teljes szerkezete vasbetonvázas. Ez az akkoriban nagyon újszerűnek számító anyag statikai és esztétikai szempontból is meghatározza a létesítményt. Az uszoda belső medencetere a Bauhaus jegyében készült. Az első kültéri medencét 1937-ben építették az uszodához. Ma ebben a medencében rendezik a legnagyobb világeseményeket. Én ebben a medencében tanultam meg vízilabdázni, itt edzettem világéletemben, úgyhogy nekem ez a kedvenc medencém, imádom ezt az uszodát. El kell dobni, ejtés, gól! Megadják! Kérem szépen, vezetünk! Hát ez hihetetlen! Nagyon sok lemondással járt, de nagyon sok mindent kaptam vissza a sporttól. Erre úgy kell születni, hogy ezt hoznod kell valószínűleg valahonnan, hogy ennyire tudjál szeretni valamit, hogy azért reggel fölkelsz, megcsinálod és élvezed, és nyilván amikor mérkőzés van, azt élvezed a legjobban. A Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda elkészültekkor nem csak a legelső, de a legnagyobb úszóközpont volt az országban. A magyar delfin szobra ma is az uszoda aulájában őrzi a műemléképületben edző újabb és újabb sportoló nemzedékek sorsát.